Több mint 150 gyermek ugrott ma reggel a városi uszoda medencéjébe. A tóvárosi iskola második alkalommal rendezett vízisportnapot. A diákok 9 órától vehették birtokba az uszodát, a programban először technikai, ügyességi váltófeladatok szerepeltek, majd pedig az Orca SS szinkronúszói bemutatóját csodálhatták meg az iskola tanulói, a délelőtt végén pedig szabadon kedvükre használhatták a medencéket. A tóvárosi általános iskola igazgatónője Szűcsné Sajtos Katalin a megnyitó előtt elmondta, az intézmény életében fontos a sport, és mivel 7. éve indítanak vízisportosztályt, ezt is népszerűsítendő hozták létre a rendezvényt. Hát most a Tóvárosi Általános Iskola második éve szervez vízisportnapot, így télen, hiszen télen a szabadban kevesebbet tudnak sportolni a gyerekek, és ezzel hagyományt szeretünk volna teremteni, és azért is, mert most már 7. éve van egy vízi sportosztályunk, és be kell, hogy vegyük a vízes sportok népszerűsítését is a programjaink közé. Székesfehérvár a bajnokok városa, így az önkormányzat évről évre jelentős pénzt áldoz a sportra, ezen belül is kiemelten támogatja az utánpótlást. Nem meglepő, hogy Mészáros Attila önkormányzati képviselő is örül az ilyen kezdeményezéseknek. Én nagyon örülök, hiszen önkormányzati képviselőként, mint a Tóvárosi Általános Iskola és a területemen van, én nagyon boldog vagyok, hogy ennyien itt vannak. Nem csak gyerekek, hanem szülők és vendégek, akik láthatják annak a munkának az eredményét, amelyet ebben az iskolában végeznek már hosszú ideje. Ezúton is szeretném megköszönni a Fehérvár Póló SE-nek és az Orca SE-nek, hogy egy ilyen szakmai együttműködés létrejöhetett az iskolában. Székesfehérvár, mint tudjuk, sportváros, és ez nem csak az élsportot jelenti, hanem azt a széles tömeg bázist, utánpótlást és diáksportot, amely itt van közöttünk és működik Székesfehérváron. Az élsportnak minden esetben szüksége van utánpótlás bázisokra, ezért is lényeges, hogy a jövőben is legyenek hasonló versenyek, megmérettetések. Így talán elérhető az, hogy a fiatalok ne fordítsanak hátat ideje korán a sportnak, ezzel is biztosítva, hogy Fehérvár hosszú éveken keresztül megmaradhasson a bajnokok városának.